Elkezdhettünk úgymond élni, menni, szembesültünk azzal, hogy úristen, mi most belecsúsztunk egy olyan időszakba, amikor már a fellépések nem biztos, hogy meg lesznek tartva. És hogyha ennek visszaindul az egész, akkor szeptember második hullám. Akkor valójában, ha a szeptemberi bulik sem lesznek, akkor jövő nyárig nem lesz munkánk, mert jön a holt szezon. És amikor ez így rám zúdult, na én akkor egy kicsit így hamvaiba borultam, mert ugye már alapból nem voltam színpadon egy éve miatt. És akkor egy kicsit elkeseredtem, és az első koncertem, ami volt, egy ilyen persze 500 fő alatti buli, szigorúan, azon én úgy elbőgtem magam az első 4-5 dalban, hogy alig bírtam énekelni, az emberek így néztek, de tökre megértették, ők is jó, hát velem. Nyilván, kijött, tudod, az egész. Kijött a feszkó, meg azt, hogy most ott vagy, de hogy mégse ez se olyan egyébként. Most ez a lehetőség, ez mit jelent? Ez nekem azt a beteljesülést, hogy egy olyan profi körülmény között, technikai körülmény között, nagy zenekarral, a zenészeimnek segítve, itt most van idő szőrözni, minden profira úgy hangolni, hogy az aztán a végén úgy szólaljon meg. És ebben az atmoszférában megszólaltatni a dolgokon egészen más. Számomra ez egy hatalmas megtiszteltetés, és közben pedig egy valahol egy ilyen visszaigazolás, hogy azért így valamit így ezek szerint így jól üzemeltünk így ebben a történetben az elmúlt években, hogy kellünk, és úgy érzik, hogy nekünk van itt helyünk. Azért ez mindenképpen egy nagyon fontos visszajelzés volt nekem is, főleg a zenekaromnak, bulink úgy sem lesz nagyon. Tehát, hogy a rendezvények az, ha jön második hullám, ha nem jön. Jelen helyzetben egyszerűen nyilván a zenei ipar ilyen szempontból ennek újra kell épülnie valamennyire, és azért az jövőre fog elkezdődni. Tehát ez második hullámtól függetlenül is. Én azt gondolom, hogy ha még egyszer jön, akkor majd leülök a gép elé, azt énekelek az emberek előre. Van még egy pár dal azért, amit el lehet.